Ma egy állat lesz a vendégünk dalban is, mesében is, és még el is készítjük, de nem mondom meg ki, azt találjátok ki. Hosszú nyakát, ha kinyújtja, bámulhat a falon túlra, de most mégis arrébb lépdel, torony tövében ebédel, teli zöldággal a szája, s hazavágyik Afrikába. Bizony a zsiráf. Első zsiráf még az ősi Írországban él. Irkutszkóban lakott, és csak ír nyelven beszél. A nyaka is éppen olyan volt, mint minden ősi írnek, míg el nem kezdett nyúlni, már ha hihetünk a hírnek. Így akarta a természet, bár ez volt a Péter, hogy a zsiráf nyaka legyen mondjuk 2,5 méter. És csak az volt az egyetlen egy furcsa rigolyája, hogy mindeközben mégse legyen túl sok csigolyája. Így hosszú nyakat a zsiráf miért kapott, hogy a felhőn átugva lássa a napot, hogy a felső polcról is vehessen kalapot. Ez vajon igaz, vagy nélkülöz minden alapot? Sok búzgó ír állatorvos vizsgálgatta hosszan, ám semmi furcsát nem talált az új zsiráf nyakhozban. Annyit mondtak összesen, magára jól vigyázzon, hogy a hűvös őszi híresőben valahogy meg ne fázzon. Napjainkban nagyon magas minden gyógyszer ára, egy ősi ír zsiráfnak sajna nem telik náthára. Hát fogta magát, s kivándorolt gyorsan Afrikába, hogy a teljes örökségét el ne költse sárra. Így hosszú nyakat a zsiráf miért kapott, hogy a felhőn átugva lássa a napot, hogy a felső polcról is vehessen kalapot. Ez vajon igaz, vagy nélkülöz minden alapot? És hogy milyen hosszú a nyakuk a zsiráfoknak, azt jól tudjuk, de hogy milyen jó szívűek, az mindjárt kiderül. Móra Ferenc, a kéményseprő zsiráfok. Gyerekek, hallottátok-e már hírét a marabuvárnak? Rá ne mondjátok, hogy hallottátok, mert én akkor mindjárt azt kívánom, hogy mutassátok hát meg ezt a híres várat a térképen. Ott pedig nem mutatjátok meg, ha holnap ilyenkorig keresitek is. Marabuvár nem a térképen van, hanem az állatkertben. Ott az is meglátja, aki nem is keresi. Én se kerestem, mégis messziről megláttam a hegyes tetejű marabu palotákat. Ugyan kik laknak ezekben a furcsa emeletes házakban? Kérdeztem az őrt. Azokban a marabu madarak laknak, kérem, okosított föl az ember. Marabu madarak? Mondtam csodálkozva. No, azok nagy urak lehetnek, hogy így kedvüket keresik. Szeretnék velük megismerkedni. Lehet, azt mondta az őr, s megzörgetett egy rácsos ablakot a marabu palotán. Hát ki is dugta rajta a fejét? Egy füles bagoly. Nini, mondom, ez a madártán hétköznap füles bagoly, vasárnap marabu? Füles bagoly az mindig, nevetett az őr. Ő a cselédje a marabunak. Így kellett lenni,
mert a füles bagoly hirtelen visszakapta a fejét, s rikoltott odabent esze nélkül. Bizonyosan azt jelentette, hogy vendég áll a házhoz, tessék fölhúzni a csizmát. Fölhúzta-e Marabúr a csizmát, vagy nem, meg nem mondhatom, mert csak a hosszú orrát tolta ki az ablakon. Kecsegés, jó reggelt! Köszöntem fel neki, de nem szólt rá semmit. Szerecsen madár az, nem ért magyarul, mondta az őr. No, én meg szerecsenül nem értek, szomorodtam el, hanem azért, ha ilyen szép házat kapnék, én is beállnék Marabúnak. Azt megteheti az úr, nevetett az őr. Csak tessék kivárni, míg olyan hosszúra megnő az orra, mint a Marabúé. De úgy elszaladtam én onnan, hogy vissza se fordultam többet, s azóta se láttam Marabúvárat. Csak a verebek hozták hírül az újságot, hogy nagy a baj Marabúéknál. A baj az volt, hogy Télapó a Marabú palotákba is bekocogtatott a múltkoriban, s nagyon ráijesztett a forró naphoz szokott afrikai madarakra. Bezzeg egy-kettőre megtanította magyarul a kis Marabú fiókákat. Nagy a bánat, nagy a bú, fázik a kis Marabú. Egész éjszaka azt jajgatták az ártatlankák. Ők még hírét se hallották a télnek, de az öreg Marabú apó sokat tapasztalt már jártában keltében, s tudta, mivel lehet a telet megszelidíteni. Fűcs be! Parancsolta a bagolynak. Bagoly inas szót fogadott. De nagy baj is lett belőle. Egyszerre teleszaladt füsttel valamennyi Marabúház, az orruk hegyéig se láttak tőle a madarak. Marabúr, azt gondolom, a kéményben sok a korom, köhécselt bagoinas. Hát ki kell söpreni, tüszkölt mérgesen Marabú apó. Könnyű azt mondani, de hol találok én emeletes kéményseprőt, gondolkozott el a bagoly. Futott szegény fűhöz, fához, de mindenütt azt mondták neki, hogy ehhez a mesterséghez nem értenek. A róka ugyan lobogtatta a farkát, hogy azzal lehetne kéményt söpörni, de csak akkor, ha füstölt kolbász lógna benne. Sajnálom, vendéglőből hozatjuk a kosztot, mondta elkeseredve a bagoly, és nem győzte a fülével a szemét törölgetni. Marabúéknál nagy szomorúság volt azon az estén. El is határozták, hogy másnap itt hagyják a Marabúvárat, és visszaköltöznek arra a jó forró Szerecsen homokra, a pálmás Nílus partján. Mindjárt át is szalajtották bagoinast zsiráf szomszédékhoz, hogy kérje el a vasúti menetrendjüket. Nekik még bizonyosan lesz, mert nemrég költöztek ide Afrikából. Zsiráfapó éppen aludni készült, mikor betoppant a bagoly, és elhuhogta a bajukat. Menetrendet nem adhatok, hanem adok egy jó tanácsot, hunyorított zsiráfapó. Kidobolták szentesen, aki fázik, reszkessen. Sűsd meg a tanácsodat, süvöltötte haragosan a bagoly. Zsiráfapó mosolyogva súgott valamit a négy legény fiának. Mit súgott nekik, mit se, azt én meg nem tudom mondani. De az bizonyos, hogy mikor másnap hajnalban az öreg Marabú kinézett az ablakon, táncolni kezdett kopasz fején a hálósipka, olyan csodát látott. Hely, gyerekek! Csengette föl a háza népét. Nézzetek csak ki az ablakon, mi történt az éjjel? Zsiráf fejük nőtt a kéményeknek. Úgy volt bizaz, négy zsiráf fej meredezett ki a négy kéményen. Olyan bohókás látvány volt ez, hogy a kelő napnak is egyszerre nevetőre gömbölyödött az ábrázata. Úgy bizony, mert ahogy a bagoinas elsuhogott, azt csukta zsiráfapó a fiainak. Gyerünk csak, gyerekek, söpörjük ki a Marabú szomszédék kéményeit, hogy meg ne vegye az Isten adtákat a hideg. Nem sokból áll az nekünk, létre se kell hozzá. Bizahoz nem kellett semmi se, még székre se kellett nekik állni, csak úgy állóhelyükből kidugták a fejüket a kéményen. Igaz, az ábrázatuk kormos lett egy kicsit, de a kémények szelelnek azóta, mint a parancsolat, s Marabúéknak eszükbe sincs a kivándorlás. Egész nap ott sütkéreznek a kemence körül, s úgy járják a csárdást, ahogy a bagoly fütyül nekik. Közbe-közbe pedig elhallgatják a bagoly muzsikást,
s felköszöntik az udvari kéményseprőjüket. Ácsi, éljen zsiráf bácsi! Ilyen jó szívű teremtések a zsiráfok, amelyiktek föléri a fejük tetejét, vakargassa meg a homlokukat. Megérdemlik. Majd ilyen zsiráfot fogunk hajtogatni. Most csak én fogom hajtogatni, anya nem. Ez jobb így. Szóval először is csinálunk egy négyzetet. Ez a morgás a háttérben, ez nem a zsiráf, hanem Manó a kis kutyánk. Akinek olyan hosszú a nyaka, mint egy zsiráfnak. Egyébként tényleg. Szóval csinálunk egy négyzetet. De ha van négyzet alakú papíratok, akkor lehet azzal kezdeni. Az is tökéletes. Igen. Így behajtjuk a vonalig a két oldalát, hogy ez a rész, az a középső vonalnál legyen. És a másikkal is ugyanazt megtesszük. Eddig még lehetne repülő is, de nem az. Hát igen, repülőnek kezdődik a zsiráfunk. Repülő zsiráf. Hát igen. Okay. És arra kellett az a vonal, hogy így középre meghajtjuk. Ez lesz a feje. A igen, majd. A feje, ugye? Majd ez lesz a feje. És innen pedig úgy kell megfognunk, hogy ez a lap, ez a rész, ez az éle vízszintes legyen, és ez pedig egy függőleges, hogy csináljunk egy ilyen nyakat neki, és így meghajtjuk. És most jön egy trükkösebb rész, ugyanis ezt a részt, ami itt van, ezt így ki kell, ezt meghajtjuk a könnyebbség kedvéért, és így ki kell pattintani. Így, és akkor ez lesz itt ez a nyaka. Ez lesz a nyaka, meg a feje. Igen, a feje az most következik. Azt pedig így be kell hajtani. Azt is így... Hoppá! Jó zsiráf! Pattog a zsiráfunk. Azt is így meghajtjuk errefelé. És ezt is ugyanezzel a módszerrel kipattintjuk. Kész a feje. Nem, mert nem csőre van, hanem orra. Uh-huh. Úgyhogy így van kész a feje. Most van kész a feje. Igen. Most csak lába kell. A lábát, nem, azt majd ki kell itt vágni, most a farkát fogjuk megcsinálni. Szóval ez úgy kell, hogy így meghajtjuk egyszer, és meghajtjuk még egyszer, és ezt ugyanígy bepattintjuk, és kipattintjuk, és azt pedig így ki. Kész is van a farkuncája. Nagyon cuki lett. És most a lábát az csak megvágni lehet, legalábbis biztos van olyan profi köztetek, aki meg tudja ezt hajtogatni is. De én az egyszerűség kedvéért megvágom, mert nem tudom, hogy hogyan lehet. És kész is van a zsiráf. Rajzolhatunk neki egy szemet, meg foltokat is lehet rá rajzolni. Én azt most nem rajzolok, de itt van a foltatlan, vagy folttalan szia, mama! Anyukája.